Sziasztok srácok, én Viccelek vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb videóban, ahol rengeteg dologra fogunk kitérni, többek között például arra, hogyha hátra dőlök, akkor miért lesz itt kék a fejem, nagyon művészi, nagyon kifinomult, nagyon arisztokrata, de szerintem most elsőnek ugorjunk is inkább bele a mai videóba, aztán jó, hogy mindent érteni fogtok idővel, itt vagyunk tehát egy stop motion videóban, amire kíváncsi lennék, hogy hányan tudjátok pontosan micsoda. Úgyhogy elsőnek arra fogunk kitérni. Na most ugye a főcsatornán már csináltam egy olyan videót, a legkülönlegesebb filmeket néztük meg, és ott beszéltem egyszer a stop motion technikáról, mert a Pinocchiót, az egyik animációs részét így készítették. Konkrétan minden, amit itt látsz, egy-egy képkocka, amit egymás mögé vágtak. Tehát ez így most lehet nem mond sokat, leegyszerűsítve az egészet, brutál és extrém sok idő egy ilyet megcsinálni. És ezt egyébként onnan is tudom, mert én magam is próbálkoztam régen ilyet csinálni, sőt, hát igazából csináltam is, bár hozzá kell tenni. Jézusom, és még csöpög le róla! Tehát, hogy felemeli, még ott csöpög le. Jó, tudod mit, inkább nagyon gyorsan ezt összefoglalom, hogyha tényleg valaki nem ismerné ezt a technológiát, a lényeg, hogy mindent egyesével beállítasz a saját két kezeddel, összeraksz egy képet, majd lefotózod. A következő képen valamit megváltoztatsz, lefotózod. És ezt egymás után meg kell csinálni kb. Egy milliárdszor, mert egy-egy képet, hogyha egymás mögé raksz, abból fog majd kijönni ugye a filmet. Most csak így mellékesen mondom, a mozifilmeket például 24 képkocka per másodperc sebességgel rögzítik, tehát a kamera minden egyes másodpercben 24 darab képkockát rögzít, egyébként ez a videó is most ebben van rögzítve, amiből a tanulság az, hogy egy folyékony mozdulatsornál 24-szer kell megmozdítani ezt az egész hátteret, és 24-szer kell tehát lefotózni, egymás mögé ezeket bevagdosni, és így jön létre az a videó, amit például most is nézünk. Tehát figyelj, most beleraktuk a húst, én ezt lelassítottam, negyed sebességen vagyunk, 25%-on, mindent egyesével meg kellett mozgatni körülötte, és lefotózgatni. Tehát ez ennyire időigényes, és figyeld meg, hogy egyesével meg lejönnek azok a kis dolgok róla. Erről van szó, tényleg, hogy esetleg valakinek nincsen meg, hogy ez pontosan mit akar. Egyszerűen brutális és elképesztő. Tényleg mindent egyesével lepakolgatni, fotó, lepakolom, fotó, oké, egy ilyet például megcsinálni. Szóval, hogy ezért brutálisan lenyűgöző, és tényleg ilyen észbontó, hogy ezt valaki így meg tudja csinálni, közben a háttérben még a kacsa is elmozgott. És nézd meg, lecsöpög róla, rá a grillre. Arra még leesnek a kis panírmorzsák. Ez hihetetlen. Közben azt már látjuk, hogy valamilyen ázsiai országban járunk egyébként. Hát ugye régen volt egy ilyen mondás, hogy bármennyire... Jézusom, de jó volt! Hogy csinálta meg, hogy úgy maradjon amúgy? Itt amikor szétfolyik, akkor beragasztotta az alját? Mármint ott a szélén ugye látod, ott simán visszaesne a gravitációt, azt mondja, ezt fixen beragasztotta, még sokkal több idő egy ilyet megcsinálni így. De ugye régen volt ez a mondás, hogy bármennyire is jó vagy bármiben, rászentelted az egész életedet, biztos, hogy lesz egy japán, egy kínai, egyszerűen csak egy ázsiai, aki jobb nálad. Ez ennek a példája. Nem hiszem el. Ez milyen next level? Jesszusom, gyerekek! Hát én amúgy konkrétan belőrülnék. Hát ezt nem hiszem el. Amiket itt csinál, azt most így megnézed is, satisfying és jók a hangok, meg ellazulsz, az ember ebbe az épp eszűségét vesztette el. Tehát emiatt a videó miatt 10 évvel korábban fog majd meghalni kb. Annyira nagyon-nagyon durván idegörlő, stresszes, nehéz, fárasztó. Hát ezt nem merem elképzelni. Ez volt az egyetlen könnyű része a videónak, tehát ezt tudtam volna én is megcsinálni. És innentől kezdve végén hátradőlök és hagyom őt. Egyébként a videónak az ötlete onnan jött, hogy én régen ugye, hogy már említettem is, csináltam ilyen videókat, és még jobbra-balra folyik. Hihetetlen. Tehát nekem is voltak ilyen kis Lego figuráim, én is pont ilyen Lego dolgokat csináltam, és ugye fotó, fotó, és akkor összevagdostam, ilyen telefonos megoldás volt, nyilván nem ez a szint, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon tetszett mindig az eredmény, de az én filmeim kb. Ilyen 20 másodpercesek voltak, és úgy dolgoztam velük 2 álló napon keresztül, úgyhogy egy ilyet el sem merek képzelni. Itt egészen biztos, hogy hónapok munkáját látjuk magunk előtt. Ezt meg tudtam volna csinálni, lezárom. Itt megint el tudnám tekerni, de emlékszem tényleg, hogy én direkt ugye csak ilyen egy-két karaktert mozgattam. Nézem, még megcsinálta a gőzt. Ezt mivel csinálta amúgy? Kinyitja? Azt a mindenit. Külön anyagot tett oda, és az volt a gőz, ami felszállt. Mindegy, de tényleg, hogy lezárjam a gondolatmenetet, mert annyira szana szét vagyok, mert ez tényleg engem szana szét vitt, ahogy ezt és még lement oldalt. Egy ilyet megcsinálni körülbelül egy ilyen jó fél év lehet. Ezen a szinten,
ilyen részletességgel, mondjuk kardokká változott át, most nézem az az Eller, vagy mi volt, nem is figyeltem, én már csak így el vagyok tényleg varázsolva. Tehát ezt hónapokon keresztül csinálod, mire egy ilyen részletes film elkészül, ugye nyilván minél több minden változik, minél több a karakter, minél részletesebb ugye az egész filmed, annál több mindent kell mozgatni puszta kézzel is áttenni, ezek is olyan kijönnek, még benne is maradt egy kicsi. És ugye nem beszélve az ötletekről. Mert egy ilyet kiötletelni, tehát ennek az előkészülete is valami brutálisak, és aztán még az utómunka, lehet, hogy fél évvel még keveset mondtam. Ez volt itt, látod, fél év munkája. Azt a mindenit. Nem tudom, hogy hányan ismertétek eddig ezt a stop motion-t. Figyelem, ne egyél Legót, igen, ezt valószínűleg fontos volt beletennie, különben letiltotta volna a YouTube. És kacok, tényleg higgyetek nekem, nem éri meg Legót enni. Próbáltam, nem érte meg abszolút. De tényleg kíváncsi lennék, hogy hány ember ismeri ezt a stop motion-t, hányan hallottatok már róla, esetleg ti magatok csináltatok-e már ilyet. Brutálisan időigényes, és ami nagyon izgalmas lenne az az, hogyha ténylegesen nektek van ilyen videótok, akkor azt átküldenétek nekem, én pedig megnézném egy ilyen következő részben, ahol kifejezetten a nézői videókat nézegetjük. Ugye, ahogy mondtam, nekem is van egy, nem is tudom, hogy hány darab, legalább kettő vagy három, amit így fel tudok még leelni. Azokat is akár megnézhetjük, és leőrölte, ez hihetetlen. Úgyhogy skacok, csapjatok egy lájkot, hogy ez érdekelne titeket. Azért azt előre már megkérdezem, hogy bőven nem ilyen. Tehát az enyém az kb. Ilyen sétált a bankba, ami előttem van, hogy igen, ment az ember a bankba, ott átvette a pénzt, és kb. Ennyi volt az egész, és ez ilyen 20-30 másodperc, és persze két napi munka, ahogyan mondtam. Úgyhogy mondanám, hogy próbáljátok ezt ki, és csináljátok egy ilyen filmet, hogyha még eddig nem tettétek volna. De szerintem tényleg a végére bekerülnétek valamilyen zárt osztályra, hogy elmegy úgy intézetbe. Sokszor emberek ilyen 10 éves tapasztalattal nem jutnak el erre a szintre. Mert hát tényleg, hogy az előbb is belementem, az a kreativitás, hogy előre mindent kitalálj, meglegyenek a vicces elemek, meglegyen akkor a haladás, hogy a sztorit el tudj mesélni, el is készült a kávé, amikor ilyen szív alakú dekorral. Kár amúgy, hogy semmilyen információt nem találni éppen erről az emberről, aki ezt készítette, mert ez szerintem fixen ebből él. Tehát ilyen szintre nem jutsz csak úgy hobbiból. Tojások, nem a legszebbek, mondjuk beleneted, haver. Hát, ja, jobb is, hogyha inkább Legót teszel bele. Elég csúnya volt ez a tojás. Amúgy csak mondom közbe, hogy a kávé most, hogy elkészült, most átmegyünk, és makront készít nekünk emberünk, tehát egy igazi desszert fog itt előállni a végére. Aztán... Ezeket megragasztja vajon? Mert amúgy ragasztónyomot nem látok rajta, bár valószínűleg amennyire profi nem fog ilyen hibát véteni. Ja, és most töltötte zsákba! Hihetetlen! Egy szót tudok erre mondani, hihetetlen! Nézd meg, az papír volt ráadásul? Egy kis extra kis csavar benne, hogy már papírt is hát ez kész! Ezt hátra kell dőlni, és csak nézni kell, annyira satisfying ez. Én már tényleg elmondtam mindent a stop motionről, remélem meghoztam pár embernek a kedvét ehhez. Ezt így élvezni kell, csak tudod, csöndben maradsz, nézegeted, kávézol még egyet mellé. És akkor végén rá is harap? Na, most sajnos nem mutatja, csak ki van vágva. Az lenne még egy izgalmasabb rész, ha tényleg ráharapna. Viszont következőnek... azért az oké, és az nem akármi volt. Most akkor ez az ember séf, vagy stop motion művész? Mert azért olyan késő sincsen valakinek csak úgy, ha csak nem séfkedik, meg mi ez az kikapott egy óriás halat belőle. Ezeket hogy találod ki? Ugye ez most egy hatalmas nagy lazac, amit el fog készíteni. Engem már most megvett. Ezzel... Ó, ezt inkább cenzúrázzuk, gyerekek, mert letilt minket már megint a rendszer, sajnos mostanában nagyon szigorúan van véve. Semmilyen vér nem látszott a videóban, higgyétek el, ezt profik hajtották végre, meg minden. Legó volt amúgy is csak, de inkább kicenzúrázom, az a legbiztosabb. És a pikkelyezés. A hangok miért ennyire jók? Miért tudnék elaludni el közben? Azt a gyerekek. És ott vannak a szálkák, ezt nem hiszem el. Mindjárt ki fogja szálkázni az óriás Legó lazacot. Mármint, hogy nyilván számítottam rá, mert most mondtam, de ennyire is még ott volt a kikrák is benne? Ezt nem hiszem el. Ez művészet, nem gyerekek? Tényleg ott lesz ugye a link a leírásra, mindig odarakom a videót, amit éppen megnézünk.
ezt a csatornát ezt csekkoljátok le. Meg hogyha úgy van, akkor is érdekel titeket ebből folytatás, akkor nagyon szívesen elhoznám. Nem tudom, ez csak egy ilyen egyrészes bemutató, hogy megmutassam nektek, mi is ez a stop motion, kicsit tárgyaljunk ennek az egésznek a részletességéről, a szintjeiről, meg a nehézségéről. Szóval nem tudom, tényleg lesz ennek folytatása, én nagyon szívesen hoznék még, mert olyan kajákat csinál, és közben meghajlik amúgy a Lego, mint ugyan az is tényleg meghajlik, ahogyan felemeled, elcsúszkál azt a mindenit. Úgyhogy, hogy ha akartak, akkor nézzetek rá, viszont hogy érdekel folytatások, egy hatalmas lájkot csapjatok, mert ez óriási. Ez hihetetlen. Én már ott tartok, hogy ez nem fél év munkája volt. Ez szerintem egy év is volt. Egy kis kaviár, egy kis dísz, az nem is láttam mi volt, és szójaszósz, hát gyerekek, és a kóstolás megint nem látszik sajnos, pedig azt már igazán megnézném, hogy tényleg hogy néz ki ez az ember, aki ezzel foglalkozik. Ha csak egy félig is láttuk volna az arcát, nekem már az elég lett volna. Kíváncsi vált ez tényleg, hogy ki az, akinek ennyire profi szkíjei vannak. Nem már ő fát fog vágni, és ez hihetetlen. A törzs is ki van rakva Legóból. Ugye az egész nyilván Lego stop motion, tehát nem is az. De maga az elképzelés, a megvalósítás, a kreativitás, akkor is lenyűgöz, hogy tudom, hogy mit várhatunk. Ezt nem hiszem el. Ja, begyújtja a tábortüzet? Hát, hogyha ennyire könnyű lenne tábortüzet gyújtani, akkor szerintem szívesebben grillezgetnék, meg bográcsozgatnék. Aha. Kész. Nekem ennyi, nekem itt végem. Közben úgy csak megjegyezném, igen, itt a háttér ugye kicsikét megint változott, most beszereztem egy fényt, egy ilyen kis ledes RGB-s megoldást, hogy még inkább feldobja nektek itt a nézői élményeteket, tudjátok, a viccelek csatornán ti vagytok az elsők, nem is én, úgyhogy mindenképpen arra törekszem, hogy a legjobb élményt adjam nektek. Egyelőre most itt tartunk, most már vannak színes fények, ugye láthattátok az egésznek így a fejlődését, kb. Költözés után fehér volt a háttér, aztán berendeztem, most pedig már kicsikét színesebb is. Írjátok meg esetleg kommentben ezt is, hogy tetszik-e nektek így. Fogok még egy-két tesztvideót készíteni, akár egy más színekkel, és utána fogom majd csak így kielemezni én magam is az eredményeket. Egyelőre amúgy most ezt tesztelgettem egy óráig kb. Szerintem szép, szerintem jó, szerintem meg is tarthatjuk, de persze tényleg ezt is rátok bízom, mert hát nektek készülnek a videók, nem csak itt magamnak. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ehhez mit szóltok, azt csak így el lehet amúgy vágni. Ez kreativitás volt, meg poénkodás, vagy tényleg, hogyha megsül a hús, akkor csak így levágod simán róla a csontot. Ilyet sose csináltam, főleg nem ekkora adag húst. Az igen, mint a dinnyét úgy eszi. Nézd, milyen lakomát levág. Konkrétan a Lego étvágygerjesztő, úgyhogy jó is, hogy kiírta az előbb, hogy ne egyétek meg a Legót, mert ez olyan étvágygerjesztő, hogy mennék, azt felfalnám a Lego készletemet, és még az árnyékok hogy betültek rajta. Ennyire sok figyelmet fordítani, tényleg ott az árnyék maga, hogy azt kitalálta, hogy az ott olyan legyen. Ez mi? Á, nem skacok, tényleg ez a mai videónak a végére értünk, mert amiket itt láttunk, azt egész álló nap tudnám nézni. Felkelnék reggel 8-kor, és másnap reggel 8-ig egészen hajnalokon keresztül végig tudnám nézni az egész csatornát, úgyhogy meg kell húzzam a határt, mielőtt még túlságosan késő lesz, én ezt most abba kell, hogy hagyjam, mert még itt a végén függő leszek. Ja, és amit még ugye meg sem említettem, az az, hogy az összes dolog, amit itt felvágott, megcsinált, azt először meg is kellett építeni. Egy hatalmas nagy hússzeletet, mellé ugye a fát, mellé a lazacot, mindent, ezt mindent megépíteni már önmagában több nap. Úgyhogy ezt a videót most, hogy megnéztétek, lehet, hogy valakinek az életéből 10 évet láthattatok. Bármennyiszer is hangsúlyozom, nem tudom még mindig felfogni, nem fér a fejembe. Úgy is kacok, tényleg csapjatok egy lájkot, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy esetleg érdekel titeket folytatásokra, ezt nyugodtan írjátok már nekem kommentekben. Valamint, hogyha esetleg van nektek is hasonló stop motion videótok, akkor azt pedig küldjetek át nekem e-mailben, ugye tudjátok itt a leírásban ott van az e-mail címem, hogy ebből össze fog jönni legalább annyi, hogy mondjuk egy 5 perces videót meg tudjak csinálni abból, hogy megnézem a stop motion videóitokat, akkor fogok egy ilyet is csinálni. Az szerintem zseniális lenne. Na de köszi a figyelmet, még egyszer elmutatnám itt nektek, milyen gyönyörű művész megoldások vannak a viccelek csatornán. Ez vár itt titeket minden egyes nap, úgyhogy gyertek vissza holnap is. Valamint persze ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rá, nyomjátok ezt a kis csengőt, és nagyon sokszor elmondtam már, tényleg már nyelvem is már szinte beletörik. Úgyhogy várok titeket holnap is, addig is még további szép estét, és sziasztok!